vasárnap délután 17:30-tól, hát a fél ország biztosan legalább a tévé képernyők előtt fog ülni, egy jó része pedig kint lesz majd a mérkőzésen, hiszen jön az újabb derbi, vagyis az Újpest-Ferencváros mérkőzés, köszöntöm a Sportál TV nézőit, és hát így a derbi előtt úgy gondoltuk, hogy a két klub ikonját meghívjuk ide, hogy beszélgessünk, kicsit visszarévedjünk a múltba, és szigorúan, hogy ne legyen ebből vita, ABC sorrendben mutatom be vendégeimet, hogy nehogy bármiféle elfogultsággal vádoljanak itt minket. Itt van velünk a stúdióban Kovács Zoltán, az Újpest ikonja. Szervusz. Szia Zoli! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Köszönjük, hogy itt vagy, és Lipcsei Péter, a Fradi ikonja. Szia Peti, köszönjük, hogy... Szia, köszönöm a meghívást! Jóba vagytok? Abszolút. Hogyne. Jó, ez csak egy gondoltam, hogy... Nem ezt találsz? De, ebbe bíztam. És akkor jön egy második bemelegítő kérdés, hogy ti emlékeztek az első saját derbitekre? Hát nekem 96-ban volt nyilván valamikor össze, de egy egész pontban, ha jól emlékszem, kikaptunk az Üllői úton, nekem az volt az első derbi, ha jól emlékszem. Nekem meg az első bajnoki mérkőzésem volt a Fradival. Ugye mi Újpesten nyertünk 5-0, ez 90-ben volt, amikor felkerültem a Fradihoz, úgyhogy 0-5. Ez egy picit szebb emlék akkor. Hát igen. És az első közös derbitekre, amikor egymás ellen játszottatok, arra emlékeztek-e? Nem. Nem tudom megmondani. Hát ha minden igaz, akkor 2002. szeptember 14, egy Újpest-Ferencváros 3-0, két gólt rúgtál. Akkor tudom. Megvan? És a Lajos védett a Fradi kapujában, akkor már igaz, ha jól szerintem mondom, igen, szerintem igen. Gratulálok. Én nem emlékeztem. Ugye szokták mondani, szerintem kicsit ilyen bullshit duma, hogy oké, hogy ez a derbi, meg óriási rangadó, de hogy ez is ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, és talán ti időtökben is ez azért néha, hogy ilyen, hát ez a kincstári bullshit duma, de azért nyugtassatok meg, hogy azért ez más. Hát én ezzel nem értek egyet, igen, persze, hogy más. A két legnépszerűbb csapat, két legkomolyabb szurkolótábor gyakorlatilag, mindig a legjobb játékosok játszottak ebben a két csapatban, bármikor, bármilyen régre megyünk vissza, de ez azért mostanában nem mondható el sajnos, főleg rólunk, a Fradiról egyébként igen. Úgyhogy ez mindig más, de a szurkolói szinten ez még most is nagyon különleges. Úgyhogy én bízom benne, hogy most hétvégén hosszú idő után nagyon jobb esélyekkel, sőt abban biztos, hogy jobb esélyekkel, nem azért, mert sokkal erősebb a csapat, de én nagyon bízom, hogy abban, hogy edzőváltás történt, ezt én láttam azt az eredmények ellenére, bár egy győzelem megvan, hogy a Géza pozitív energiákat hozott a klubba újra. Abszolút, én is így látom. Tehát én megmondom, hogy nagyon is örültem, hogy a Géza oda került, hiszen a Gézában is jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy én nagyon szurkoltam neki, és pont a Diósgyőr mérkőzés után is írtam neki, tehát hogy gratuláltam. Én biztos vagyok benne, hogy jó kezekben lesz most az Újpest. Nekünk van még ugye egy nagyon fontos mérkőzésünk holnap, ugye az olimpiákhoz visszavágó, de én azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy hol helyezkedik el a két csapatot, az mindig derbi lesz, tehát vasárnap biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz. És volt egyébként nektek a derbi előtt bármiféle babonátok? Vagy kicsit ezt máshogy, vagy ugyanaz a cipő? Nem, nekem soha nem volt. Tehát nyilván izgultunk persze, mert ha Újpestre mentünk, ha a Fradi pályára jöttek, akkor természetesen ez egy derbi volt, és mindenki nagyon várta ezt a mérkőzést, de olyan kimondottan kabalán nem volt. Nekem sem volt különösebben babonás, voltak megszokott dolgaim, amiket mindig, de nem a Fradi ellen, ugye egyébként, ahogy készültem a mérkőzésekre, főleg amikor a profi játékos lettem, ezek azt gondolom fontosak ahhoz, hogy az ember megfelelőképpen hangolódjon az aktuális mérkőzésre. Elfogadom, meg nem értem, hogyha babonás embereket látok magam, nekem is volt nagyon sok csapattársam, aki mindenféle dolgokba hittek, én leginkább a Jóistenbe hiszek, meg magamban. És a derbi sikert mondjuk az meg lehetett jobban ünnepelni, mint mondjuk a többi meccset? Tehát lehetett utána menni picit az éjszakába? Hát nálunk igazából pont az elején mondtam, hogy Bencével beszélgettünk, hogy ugye a régi Fradi pályán mindig volt az a Fradi söröző, és akkor utána le lehetett menni a családtagokkal, a gyerekekkel, és mi ott úgymond ünnepeltünk, de ez nem csak az Újpest mérkőzés, hanem minden bajnoki mérkőzés után, úgyhogy nekünk csak ez egy ilyen kis családias kis összejövetel volt.
Hát, amit a Peti mond, az nagyon jó emlékeket ébreszt bennem. Már nem a Fradi sörözőről, oda sokat nem jártam. De nem voltál törzs vendég. Igen, igen, de volt a régi stadion aljában is szintén egy kis kocsmaszerű, de ami az érdekes, a legjobb volt azért, hogy abban az időben még ugye a játékosok a mérkőzések után, akármilyen eredmény volt, az eredménytől független szerintem, hogy egy kicsit együtt maradtunk, lementünk, beszélgettünk, a családtag, akinek éppen ott volt, családtagokkal lementünk, vagy csak éppen a csapattársak, ugye ma már nem annyira jellemző, hogy egy mérkőzés után a játékostársak együtt mennek, hanem gyorsan megnézik, hogy ki milyen üzenetet kapott az üzenőfalon, a különböző social media felületeken, azt olvassák ahelyett, hogy két-három szót beszélnek egymással, vagy örülnének, úgyhogy ezt én sportvezetőként is nagyon hiányoltam már, amikor azt láttam, hogy egy nagy győzelem, és nem úgy ünneplik meg, és én nem arra gondolok, hogy be kell rúgni, sőt, az nem fér bele a mai felgyorsult, meg eredményorientált élsportba, csak nagyon ritkán, de az, hogy megélni a pillanatokat, ezt nagyon hiányolom. És vesztes derbi után mondjuk meg volt tiltva, hogy elmenjetek, akár a Fradi Sörözőbe, vagy akár Újpesten? Inkább úgy nem megtiltva, de hát valakiben volt annyi jó érzés, hogy ilyenkor nem illik, vagy nincs mit ünnepelni, nyilván, amikor az ember a vesztes felett képvisel, akkor nem feltétlenül kell elmenni, mert ott aztán találkozhat olyan szurkolókkal, akik nagyon szomorúak. És az nem biztos, hogy szerencsés dolog volt. Te hallottam is, meg volt is ilyen tapasztalatom, de ellenfél szurkolók részéről is nyilván el lehet menni, meg le lehet megfelelő körülmények között a feszültséget egyébként le lehet vezetni, meg le is kell, mert azért ez egy kiélezett dolog, meg nagyon stresszes dolog, de leginkább arról szólt az egész szerintem, hogy a csapattársakkal együtt vagyunk egy kicsit. Nyilván ez így van, tehát ez mindenkinek a lelkiismeretére volt bízva, tehát ez nem volt tiltva, de én azt gondolom, amit a Kokó is mondta, hogy ugye mi a régi vágásúak vagyunk, tehát azért, hogyha veszítettünk, akkor tudtuk, hogy mikor és mit lehet csinálni, tehát én azt gondolom, hogy akkor nem nagyon járkáltunk el. Nyilván a győztes mérkőzések után se, ugye volt ez a 90-92-es év, amikor volt egy hely, ahol nem csak az újpesti, hanem a volt vasas játékosok, MTK játékosok mindig összegyűltünk, és ugyebár volt egy olyan, amikor éjfélkor még ugyebár a Népsportot a Blahalújza téren meg lehetett venni, minden futballista ott volt, minden NB1-es futballista, mert alig vártuk, hogy hanyas osztályzatot kapunk, tehát éjfélkor, éjfél 5 perce mindenki a Blahalújza téri aluljáróba volt, rengeteg futballista, úgyhogy itt mindig összefújta úgymond a szemetet a szél, mert ott voltunk, és utána jókat nevettünk, megnéztük az összeállítást, megnéztük a kihányos osztályt kapott, és ment mindenkit az szittuk az újságírókat, ha nem osztályoztak minket. És egyébként ti futottatok össze az éjszakában? Vagy buliztatok együtt? Nem. Ritkán biztos, hogy találkozott, de most arra nem tudnék konkrét példát mondani. Én sem voltam nagyon nagy eljáró, szerintem a Peti se. És egyébként egy győztes derbi után, vagy egy vesztes derbi után, hogy nézett ki a másnap? Hát én azt gondolom, hogy persze jó volt, mert bár én a nem voltam. Után. Igen, a győztes meccs után én nem voltam, meg nem olvastam az újságokat, tehát soha nem voltam az, aki belebújt az újságba, és néztem, hogyha most összeállított kaptunk. De természetesen egy ilyen mérkőzés után azért jó volt, hogyha a csapat nyert, akkor egy picit így büszkébb voltál, meg egy próbáltál lehet, hogy egy picit a föld felett egy méterrel menni, de amúgy semmi extra. Neked milyenek voltak a másnapok, mondjuk győztes derbi után? Hát az mindig sokkal jobb, mint a vesztes, nyilvánvalóan ezzel nem tudok sok újat elárulni ezzel. És a vesztes után? Hát az nagyon rossz. De minden meccs csak máshogy él meg az ember. Nyilván a derbi az nekem is mindig fontosabb volt. És amikor fiatalabb voltam, vagy amikor Újpestre kerültem, akkor az elején ne ez gondot is okozott. Tehát egyszerűen már nagyon nehéz elmagyarázni, ezt át kell élni, és azért vagyok büszke, hogy ezt átélhettem jó sokszor, mert más felkészülés, más ingerek érik az ember, meg kell szokni ennek a hangulatát. És nem feltétlenül csak egyébként a teltház miatt, hanem benne van a levegőben az, hogy ez a mérkőzés ez más, mint a többi. Régebben tényleg az újság is már ugye sok még többet foglalkozott vele, már a mérkőzés megelőző napokban az emberek az utcán már sokkal jobban fel voltak erre tüzelve. Hát sőt, hát régebben edzésre járhattak ugye a szurkolók, ott volt mondjuk derbi előtt
után volt, nyomásgyakorlás, számonkérés, ja, nem, gratuláció. Ilyen jellegű meccs után volt ilyen is, olyan is, de meccset meg mindig a felfokozott várakozás, mindig az emberek még többen jöttek ki, legalábbis Újpestre, de mondom, Peti ugyanerről tud beszámolni. Tehát ezt mondtam az előbb, hogy benne volt a levegőben az, hogy ez a mérkőzés másról szól. Meg ugye bármi játékosok, ugye sokkal több volt a magyar játékos. Tehát mindenki át tudta érezni, ők is, mi is, hogy miről van szó. Nálunk is volt, amikor kijöttek, mondjuk a szombaton volt a mérkőzés, akkor pénteken kijött a tábor, figyeljetek oda, tehát biztattak minket, egy-két dallamot elénekeltek, és ez egy picit úgy vitte fel a pozitív energiákat. Tehát biztos, hogy jó első érzések, gondoltunk, hogy másnap kimész, és meg akarod mutatni, hogy te vagy a legjobb. És ha már említetted, hogy sokkal több volt a magyar játékos, akkor például egy külföldinek, mondjuk egy első éves külföldinek, mennyire kellett elmagyarázni azt, hogy te figyelj, jön a derbi, hát ez a derbi, ez a legfontosabb meccs az évben, teljesen mindegy, hogy hol áll a csapat. Ugye nálunk az elején ugye az a 93-as, 94-es év, amikor ugyebár a Kuznyecov volt először magyar, utána jöttek ugye 94-95-től jöttek a szerbek, tehát a Dejan Milovanovic, akkor a Kunticsék, a Koponovics, tehát szerintem őkben már nem kellett ezt beleverni, hiszen akkor nem volt 10 külföldön, nem volt ez a 3-4, de én azt gondolom, hogy már mindenki tudta, hogy miről beszélünk, és természetesen el lett nekik magyarázom, meg voltak filmvetítések is a régebbi derbikről, és én azt gondolom, hogy az a brigád azért át tudta érezni, hogy miről szól ez a derbi. Újpesten mennyire kellett ezt? Nézzük, amikor én oda kerültem, akkor nem is volt külföldi játékos, aztán érkezett néhány, aki a nevét tudnám, de senkinek semmit nem mondtad, nem említésre nem méltó. Hátkor szurkolók előtt tudnák, igen, de aztán, négy meccset amikor, játszott de esetleg. Aztán, amikor ugye 98-ban bajnokokat, pont Goran Koponovics érkezett, akit senkinek nem kell bemutatni, tehát ők azért voltak olyan külföldiek már akkor is, akik minőséget képviseltek, de előtte nem nagyon. Egyébként is jellemző volt az a magyar futball, hogy akkor csak olyan külföldi jött, aki tényleg hozzá tudott tenni, tehát minőséget képviselt. Úgyhogy most már sokkal nagyobb létszámban jönnek, és nem feltétlenül a minőség szintjét emelik mindenhol. Van olyan csapat, ahol igen, természetesen, de a többségnél nem. Úgyhogy nyilván, hogy Goran Koponovicsnak nem volt mit elmesélni erről, de ő nagyon szépen becsatlakozott hozzánk, és mindig tiszteletben, és szerintem őt nem is bántották se a fradisták azért, mert hozzánk jött, és fordítva ugyanigaz, hogy nagyon nagy szeretettel fogadták, mert arról nem beszél, hogy kiváló futballista volt, de kiváló ember is. És ugye nyilván jó néhány derbitek volt, ahol már azért vezérek voltatok az Újpestben, Fradiban. Volt olyan, hogy kellett mondjuk nyugtatni olyan csapattársat, aki már láttátok, hogy picit túlpörgi ezt a derbit? Hát volt ilyen tapasztalatom, mint ahogy én ezt átéltem, nem tudom, a Peti, amikor oda került, mert ráadásul fiatal volt, amikor a Fradiba került. Ugye neki az első elő, neki ebből szemben szerencséje volt, hogy nagyon fiatalon került oda. Én már idős, én 23 voltam, amikor a Újpestbe kerültem, de aztán szépen én is belenőttem. Szezák Zoli Weber Gyurinak köszönhetően elsősorban, hogy belenőttem ebbe a szerepbe, meg remélem, hogy a játékomnak köszönhetően is. Ez egy plusz feladat volt, de egy jó játékos, egy jó karaktert, ez nem, semmiképpen nem agyonnyom, hanem feldob, és a felelősséggel ruház fel. Hát nem csak a játékosokat, de a szurkolókat is kellett néha csitítani, hiszen a játékvezető odajött, és mindig a csapatkapitányokat megkérte arra, hogy mind a kettő menjen a saját táborhoz, és próbáljuk meg lecsillapítani a tábort, mert addig állt a játék, úgyhogy ezek benne voltak, ez normál. És ha már a játékvezetőket említed, akkor ne mondjatok nevet, de azért emlékeztek olyanra, hogy azt éreztétek, hogy na, erre a sporira túl nagy a kabát? Hát ugye én a 90-es években kezdtem, és akkor pont az első mérkőzésem az a Hartmann Lajos bácsi volt, és ugye előtte csak a tévéből láttam, és tényleg egy karakán ember volt, tehát ott vigyázálásban volt minden játékos, tehát nem volt olyan konfliktus. Nyilván azért a vége felé már azért, amikor jöttek a fiatalabb játékvezetők, akkor természetesen sok mindent engedtek meg maguknak. Hát mint ahogy most én tapasztalom még az NB2-ben is, úgyhogy van egy pár. Igen. Lehet, hogy én miattuk nem lettem inkább edző, nem betész hasonló, lehet, hogy pár piros lapot kiosztottak volna nekem. Hát, ott is már nehéz elviselni, de nyilván megnyugtatóbb volt, amikor egy Puls Sándor vagy Kassai Viktor vezette a mérkőzést, bár a fiatal Kassai Viktorra pont emlékszem egy derbi, amikor egy
óriási vak 11-es megadott, és így lett egy-egy hazai pályán vezettünk, és kaptunk sajnos egy 11-est, vagy megadott a Fradinak egyet, de ilyen előfordul. Hát igen, karakán emberek voltak, tehát amit Kokó is mondott, tehát maximálisan meg volt adva a tisztelet feléjük is, de ők is ugyanúgy, tehát a Sanyibá, pont nem a derbi, ez tartozik, engem a Honvéd meccsen, ott a Honvéd szurkoltábor előtt, nem tudom, 15 ezer ember előtt meghajoltatott, mert mondta, hogy ha nem hajolok meg, akkor megkapom a piros lapot és mehetek be zuhanyozni. Tehát olyan, és utána pedig a mérkőzés után meg találkoztunk vele, és nyilván el tudtunk normálisan beszélgetni, tehát én azt gondolom, hogy ezek a játékok vezetőknek azért volt tisztelet. És mi nem ismertünk volna bármilyet csinálni, hogy ellenkezzünk velük. És mondjuk nyomásgyakorlás az volt mondjuk akár a meccs elején? Vagy ez hogy nézett ki? Hiszen azért látjuk a mai fociban, hogy akár a kispadról is megy a nyomásgyakorlás. De akkor még nem volt, ugye nem volt még a VAR, tehát azért a Pulsanyibá is ugyebár a világ legjobb játékvezetője volt. Én azt gondolom, hogy őt nem kellett befolyásolni, mert ő tudta, hogy ahogy te fogalmaztál, hogy hányos a gabát, de mondom még egyszer, mindig a játékosokkal is megtalálta azt az összhangot, amit kellett, és én azt gondolom, hogy ez így volt jó. Mindig azt mondom, hogy arra kell odafigyelni, hogyha olyan egy Puhl Sándor, ha élne, Isten nyugosztalja, akkor a Petit biztos, hogy nem állítanák ki, mert oda menne hozzá, és elmondanának, hogy Peti, figyelj, erre figyelj. Más kérdés, hogy lehet, hogy nem is hozom olyan ítéleteket, ami ő felkapja a vizet, de én hiszek abban, hogy meg lehet ezt beszélni, megfelelő karakter, megfelelő stílusban ezt lehet kezelni a pályán, pályaszélén éppen az aktuális edzővel. Nyilván felkészültség kell, kölcsönös tisztelet, de ha ez megvan, akkor szerintem tök jól tudnak működni ezek a dolgok, akár most megint Petire nézek, akkor sok ilyen öreg fiúk emlék is eszembe jut, hogy ott is egymás között, ha lehet sokszor jobb lett volna, hogyha nincs játékvezető, mert ezt egymás között tök jól megbeszéltük, abszolút. És megcsináltuk, és oda-vissza egy véresen komolyan vett derbiket játszottunk ott is, és semmi probléma nem volt. Igen, itt most, hogy a Kokó megemlítette, és pont nekem volt egy ilyen tapasztalatom a tavalyi évben, hogy a kislisztes nálunk játszott, és Pécsen voltunk, és ugye volt egy sárgalapja, viszont benne van a csibészség. Tehát benne volt a kis 17-18 éves gyerekben, benne volt a csibészség, és csinált egy, én szerintem falt volt, azt mondta a játékvezető, hogy ez eldobta magát, és megkapta a második sárgát, és kiállította. Én pont ezt fogalmaztam meg, hogy lehet, hogy a Pulsanyibá nem állítja ki, hanem oda megy, egy 17 éves gyerek, ez a kicsi bész gyerek, elmagyarázom neked, figyelj, öreg, ha ezt még egyszer megcsinál, akkor a következő némény zuhanyozni. És abban a pillanatban nem azzal, hogy segítettük volna a játékos, hanem megkapja a sárgalapot, piros lap, a gyerek roncsolt legalább 2 hétig, mert megkapta a második sárgát, és ki is állították. Úgyhogy ebbe, amit a Kokó is mondta, hogy teljesen más voltak az idősebb játékvezetők. És mondjuk ez a fajta pedagógiai ráhatás, ez mondjuk már az öltő, vagy a játékos kijáróban esetleg elindult, hogy megjelent a játékvezető, tehát a 2x11 játékos, és akkor na uraim, akkor ennek a szellemében? Vagy akár személyre szabottan? Én szerintem ezt tök jól meg lehet csinálni. Meccs előtt, meccs közben egy-egy megfelelő gesztussal a játékvezető maga mellé tud állítani két csapatot, az összes edzőt, a komplett stábot egy-egy megfelelő gesztussal. Nagyon jól meg lehet csinálni. Ehhez nyilván tapasztalat kell, meg ahogy az előtt tapasztalat, felkészültség, és ez tud működni, mert a mi oldalunkról is, hogyha ezt érezzük, akkor a kölcsönösség gyorsan kialakul, a kölcsönös tisztelet. Igen, igen. Tehát itt volt a Wagner Laci bá is, aki ugye katonatiszt volt, tehát ő is már, amikor már megláttuk, már egy picit féltünk. Tehát nem mertél úgy hozzáfordulni. Viszont volt nyilván olyan játékvezető is, aki meg viszont nagyon csúnyán beszélt. Tehát az meg nyilván nem fért bele, akkor mi is persze habzottunk. És akkor talán most már beszélünk egy picit a kulisszatitkokról is, hiszen azért már sajnos ti már viszonylag régen léptetek pályára a NB1-es derbin, hogy volt olyan mondjuk meccs elején, hogy mit tudom, az egyik védőt ráküldtétek a jól cselező szélsőre, hogy azért tudja már meg, hogy hol lakik az Úristen, egy keményebb becsúszó szereléssel, hogy ilyen kis finom jelzés, hogy figyelj, tudd már, hogy hol vagy. Hát ilyenek igazából voltak? Nálunk nem volt, ugye, meg a védők azok amúgy is mind a két részen szerintem nagyon kemények voltak, de voltak, akik kemények voltak, voltak, akik intelligensen futballoztak, de nálunk nyilván most nem azért, mert Kokó itt van, tehát nekünk figyelni kellett rá, mert azért egy jó játékos volt, és hát valamikor a Dragival találkozott, tehát a Dragék azért keményebbek voltak. De ilyen az, hogy beterrorizáltuk volna, vagy pedig olyanokat mondani, hogy törd a lábát, vagy amilyen soha nem volt.
nyilván csak felhívtuk a figyelmet egymásra, hogy figyelj, erre az emberre figyelni kell, mert ez a 16-oson belül életveszély, meg fog előzni, minden beadásra figyelni kell, tehát ha lövőhelyzet van, akkor a blokkolásra figyeljünk, tehát ezek ilyen apró dolgok azért mindig voltak, de a durvaság az soha nem volt. Zoli, te szerettél a Dragiék ellen? Nem szerettem. Kaptál csomagokat? Jó játékosok voltak, meg agresszívek, de nyilván soha nem arra mentek, hogy megfélemlítsenek, de hát teljesen normális dolog, hogy hát nem fognak hagyni a lubickolni, mert abból semmi jó nem származik számuk, de ugyanígy tényleg tehát arra egy játékos, amikor készül egy mérkőzésre, akkor edző nélkül is azért tudja az, hogy ki az, akik másnap várnak rá, ugye? Tehát erre fel kell készülni. Tudtuk azt, a Peti, amikor belső védőt játszott már, akkor egy fokkal úgy volt könnyebb, nem nekem, hanem amikor ugye a középpályán játszott, onnan tudtuk azt, hogy ő bármikor bárkit lecselez, fantasztikus átlövései vannak, a mélységi indításai, ezt mindenki tudja, ugye ez volt a szakmánk, és akkor még nem feltétlenül mindig az edzők készültek föl, de hát egy valamire való játékos, ami foglalkozik a szakmájával, ismeri az ellenfeleit, azért akkor tudja, tehát mi csapatunkban nem kellett elmondani a Erős Károlynak, vagy a Farkas Balázsnak, aki ott hatosban játszott, vagy éppen a Szezák Zolynak, amikor a jobb szélső ellen játszott, hogy mit kell csinálni, mert tudta magától, hát ebből éltünk. Ja. És hát ugye nem csak a védők vártak rátok, hanem nyilván klubikonként, vezérként a szurkolók is ezeken a derbiken. És hát nyilván gondolom a lelátóról kaptatok hideget, meleget. Ezt hogyan viseltétek? Ez inkább rosszul esett, vagy inkább felspanolt, hogyha az ellenfél tábora a szájára vettiteket? Ja nem, ez nagyon megtisztelő. Mert ugye nyilván az, hogy amit az újpestiektől kap az ember, vagy a sajátjaitól kap az ember, az egy fantasztikus elismerés, de a másik oldalról meg amikor valakit szidnak az ellenfél szurkolói, az is ugyanezt jelenti számomra, hogy azért, mert ez nyilván nem a tisztelet formája, de végigcsak azt mutatja, hogy valamit elért az ember, hogy kitüntető figyelemben részesítik. Ugye az ellenfél szurkolói, ez azt jelenti, hogy igenis félnek, elismerik, amit csinál, vagy amit elért. Úgyhogy az, hogyha valakinek ettől megremeg a lába, az akkor nem alkalmas erre a pályára. Akkor mindegy is volt, hogy mit mondanak? Teljesen mindegy, hogy mi volt előtte, utána. Engem sosem érintett meg mélyen az, hogyha szidnak tudtam, azt el tudtam helyezni, azt, hogy ez miért van. Ja, engem igazából ugye az elején egy picit bántott, ugye még akkor még fiatal versenyző voltam, akkor bántott, hogy anyáztak, vagy szittak, vagy dobáltak, de utána már ide jobban fokozódott bennem az, hogy örültem, mert akkor, amit a Kokó is mondott, hogy elismerték azt, hogy van egy jó játékos. És hát most már egy utólag azért nagyon sok újpesti szurkolóval találkozok, vagy akikkel tudunk zrikolni, és azért ők a tiszteletet tudják, és elismerték azt, hogy nyilván én zöldbe, a Kokó lilába, mindent megtettünk a klubunkért. Hát ez így volt rendjén, ez így volt helyes. És olyan volt egyébként, hogy oda mentetek klubvezetőhöz, vagy ha kikérték a véleményeteket, akkor mondtátok, hogy te Kokó, hogy a Fradiból hozzuk el a 8-ast, vagy fordítva, hogy... Nem hinném, hogy akkor volt ilyen, tehát én meg olyan voltam, hogy nem nagyon járkáltunk mi edzőköz, hogy kit, hogy, merre, hány méter, nyilván, hogy az anyagiak meghatározták, vagy pedig, hogy milyen anyagi helyzetben van a klub is, és hogy tudnak-e hozni játékos, de így nem volt. Voltak rá példák, ugye, akik akár Újpestbe jöttek a Fradiba, vagy a Fradiból mentek Újpestre, ezek voltak példák, de kimondottan ilyen nem volt, hogy semmilyen kérésünk nem volt, hogy legalábbis az mi oldalunkról, hogy kit hozzanak ide. Mi nyilván néztük, ismertük egymást, tudtuk, hogy ki az, aki tudna segíteni oda-vissza szerintem, de ez nem így működött, akkor is megvolt ennek az útja, hogy ki az, aki igazol, ki az, aki ezzel foglalkozik, mondom, az természetesen egymás között az öltözőben, de jó lenne, ha nálunk lenne, inkább nálunk lenne, mint hogy a Fradiba játszon, tehát ilyen beszélgetések nyilván folytak folyamatosan az öltözőben. Örültetek volna egyébként, hogyha együtt játszotok? Akár egyik, akár másik? Hát válogatottban megadod. De az egy dolog, de persze, most a Fradi úr Újpest. Hát nyilvánvaló. Persze, mert gólkirály lett volna, tehát annyi labdát adtam volna neki, csak be kellett volna vinni. Igen, az Újpestben.
És amikor ti játszottatok, akkor a derbiért járt külön prémium, vagy az inkább egy olyan időszak volt, hogy kis túlzással annak örültetek, hogyha megjött időben a fizetés, vagy beígérték a prémiumot, és akkor vagy lett, vagy nem. Ez hogy volt akkoriban? Nem volt ilyen kiemelt prémium, soha nem volt a Újpestre. Mindig ugyanannyi volt amennyi, mint a többi mérkőzési, tehát nem volt ilyen. Nézd, én 3 külföldi kitérőt nem számítva, ugye 12 évig futballoztam Újpesten, ebből szerintem 3 év volt az, ami jó, hogy levonjuk a 3 külföldi évet, akkor 9, abból 2 volt maximum, amikor mindig mindent rendesen kifizettek. Mi örültünk annak, hogyha ami benne volt a szerződésben, ígéretekről már nem is beszélek. Az a tele van a padlás, vagy tele volt a padlás, hogyha megkaptuk. De szerintem mi ebben nőttünk fel, ebben szocializálódtunk, úgyhogy nagyon, nagyon jó és nagyon örömteli, hogy a mi gyerekeink már nem ebben a rendszerben futballoznak, vagy a mai játékosok, ugye, hogy ezt nem is ismerik, azt hiszik, hogy igen, annak is meg volt a szépsége, tehát most mi örültünk annak, ami van, tehát tök mindegy volt. De talán picit jobban értékeltétek, nem? Lehet, azt is. De jó volt, tehát most nem voltak olyanok, hogy ugye most dupla mezek vannak már kirakva, tehát ott szerintem egy garnitúrával, vagy két garnitúrával végigvittük az egész szezont. Most ugye bejössz fél időben, már új van, az elején új van, tehát teljesen más volt. Ugyanúgy a válogatottnál nem lehetett elcserélni, például volt egy időszak a MESZ, tehát úgy mentünk ki külföldre, hogy 4 átszállása, vagy 3 átszállása, tehát teljesen más volt, most már azért sokkal könnyebb nyilván. Hát én nem hiszem, hogy talán a Paris Saint-Germain-nel játszott az Újpest, és akkor megtiltották, hogy a játékosok MESZ cseréljenek. Ja, igen, azt is megtiltották, igen, meg miután kikaptunk a Paris Saint-Germain-től Párizsban, akkor nem volt kifizetve a szálloda, és azt mondta az akkori tulajdonos, hogy mivel kikaptunk a Paris Saint-Germain-től, ezért ő nem fizeti, és nekem kellett telefonálnom valahova valakinek, hogy ezt azért már ne, mégse. Melyik a legszebb emléketek olyan derbiről, ami játszottatok? Hát én mondhatnám, nekem mondom az elsőt, aki mondhatom a 0-5, mert az volt ugye az első NB1-es mérkőzésem, nekem az úgy a legemlékezetesebb volt, de nagyon sok, mert ha összeszámoltam, én azt hiszem 36 derbin játszottam, úgyhogy biztos, hogy találnék még, de legyen az első nekem az a 0-5. Nekem a 2005-ös 6-os szezon, amikor egyrészt bajnoki címért mentünk, és oda-vissza a Fradi vezetett, és a végén fordítottuk meg mind a két mérkőzést, ezek a legkedvesebb. És a legrosszabb? Legrosszabb? Hát a legelső, mert ott is vezettünk, aztán 3-1-re kaptunk ki, ha jól emlékszem az eredményre, az volt a legelső nekem is, de az rossz emlék. Nekem talán ami a 0-3 volt egyszer, mikor a Vukovics Laci átment Újpestre, és akkor kikaptunk az ülőúton 0-3-ra, és akkor a Laci rúgott 2-t. Tehát az talán, amit így most így hirtelen. No, még beszéljünk egy kicsit a meccsekről, jön egy kis játék, jó? Megpróbálom takarni, hogy ne lássátok. A feladat, a góllövőket kéne eltalálni, én elmondom, hogy mikor volt, mi volt a végeredmény, és mi volt a félidei állás. Kezdjük akkor 2005. október 16. Újpest-Ferencváros 2-1, a félidőben 1-0-ra vezetett a Ferencváros, és akkor kellene. Bocsánat, 2005? 2005. október 16, és kéne akkor 3 gólszerző. És most akkor össze kéne dolgozni, tehát igen, hogy ez nem egymás ellen, hanem hogy most kivételesen kivételesen dolgozzatok össze. Mind a ketten játszottatok. Ezek csak olyan mérkőzések lesznek, hogy mind a ketten játszottatok. Én az újpesti gólszerzőket tudom, a Fradi gólszerzőjén gondolkodom. Mondjam? Akkor mondhatom? Persze, hát együtt vagyunk. Lehet, hogy Rósa Dénes. Volt a Fradi gólszerzője. Így van, a 30. percben. És akkor a Vermes Krisztián egyenlített. Igen, a 79. Te a 91-ben. Így van. Bravo. Szóval Zolit azt mondtam volna mindenképp. 2006. április 16. Ferencváros Újpest 1-2. A szünetben a Ferencváros vezetett 1-0-ra. Ferencváros Újpest 1-2? Igen, igen, és 1-0 volt a szünetben, a vége 2-1 az Újpest. De ez akkor még ez az NB1-es szezon, mert minket utána kizártak, minket igen, utána. Igen, igen. Igen, 2006-ban. Igen, és mind a ketten játszottatok. De jó, hogy csak Fradi vereséget mondanám. Nem, jön majd. Ja. 2-1-re kikaptunk, ugye? Öngól volt az első? Nem. Nem. Nem.
Az első gólszerzője ittől a stúdióban. Akkor én voltam? Igen. Tényleg? Én voltam. És vezettünk 1-0-ra? 1-0-ra, 11-esből a 19. igen. percben. Ja, igen. Jó, így már megvan. Igen, és akkor az... igen, hát akkor utána Zoli rúgott. Szerintem ő mind a kettőt ő rúgta. Nem, én egyenlítettem, és a Rajci Peti 11-esből a végén. Igen, 93. és 96. perc. És a Böjt Attit kiállították a 91-ben, 1-0-ra vezetett. Posza védett. Nem? Azt nem tudom, 1-0-ra, szerintem a Szabi Balajca Szabi védett. Uh-huh. Igen, Balajca Szabi védett, és 1-0-ra vezettetek, kiállították a Böjtét, jól mondom, 91-ben, 89-ben. Az akkori tulajdonos, csak hogy mi volt, erre emlékszem, hogy utána mesélték a meccs után, hogy megindult föntről, még a Springer szobor megül a régi stadion, hogy megbüntet minket. És mire odaért kettőre vezettünk, és nyertünk. És ez nem plegyka, meg legenda, hanem ez így történt. Na jön akkor egy Fradi győzelem, 2003. április 23-a, Ferencváros Újpest 2-1, a szünetben 0-0. Tehát második. Azt én tudom most, ők vezettek 1-0-ra. Ők vezettek 1-0-ra, 2-1 lett a vége. A két, mindjárt mondom neked, a két gólunkat, a Fradit, azt mondom neked, az egyik az a Jovics, az biztos. Igen. Sőt, ő rúgta a másodikat, mert ilyen becsúszós akármi igen. volt. És az elsőt pedig a Gera. Igen. Az biztos. És meg azt is megmondom, hogy kirúgta nálatok a gólt, ti vezetetek 1-0-ra, Tokodi Tibi. Így van. Hát óriási, látod, milyen érdekes, hogy a Peti is csak igen. a győztes meccsekre emlékszik, de ezt tudja, és én fogalmam, ha megvertek valósra, tudtam volna. Igen, de én most ezt azért, én pont ezt azért tudom, mert most a két fiam az mindig nézi ezeket a YouTube-okat, és most pont valamelyik nap egy-két hete körülbelül berakták ezt, és most pont láttam, mert nem tudták, hogy ki a Tokodi Tibi, aztán akkor így elmondtam nekik, hogy ez pont így beugrott, és az is egy ilyen esős nap volt, tisztasár volt a pálya, emlékszem, igen. Végezetül, tudjátok mi jön most, kéne mondani egy tippet. Egy gondoltátok, végére, ugye? Én biztos, hogy egy nehéz mérkőzésre számítok, mert mondom még egyszer, amit az elején mondtam, hogy ez tök mindegy, hogy hol helyezkedik el a tabellán a két csapat, ez akkor is derbi lesz, és mindenki oda fogja tenni magát. Biztos, hogy a Géza is sokat fog hozzátenni, tehát kell az ő vehemenciája, mert a Géza nagyon jó, tud motiválni. Ugye nekünk van még egy csütörtöki mérkőzésünk, de azt mondom, hogy 1-0-ra nyer a Fradi. Hát én csak az edzőváltásba tudok kapaszkodni, meg a szurkolóinkba, vagy a szurkolóinkba is az edzőváltásba, úgyhogy ezért reménykedem abba, hogy 1-1. Én sajnos nem érzek más, de én ennek már fogok örülni, hogyha 1-1 lesz. Akkor sok gólos mérkőzésre nem számítok. nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. És akkor jó köszönjük szurkolást köszönjük a hétvégére. Szépen. És jó szurkolást önöknek is. Vasárnap 17:30-tól, tehát derbi, Újpest-Fradi. Sportálon is tudják majd követni, és maradjanak velünk a folytatásban. És én köszönöm a figyelmet, olvassák a sportál.hu-t. Viszontlátásra!